A hétköznapi tapasztalatok azt mutatják, hogy ha egy tárgyat ellökünk, akkor az egy bizonyos idő után meg fog állni. Vagy ha elgurítjuk, akkor is azt tapasztaljuk, hogy megváltozik a mozgásállapota, pedig mi semmiféle erőhatást nem gyakoroltunk rá. Az is nagyon érdekes, habár azt tanultuk, hogy a tárgyak egyforma gyorsulással esnek, a szalvéta és a kiskanál mégsem egyszerre ér le az asztalra. Hát miután elengedtük a testeket, azt láttuk, hogy valami akadályozza a hasába kocsi előrehaladását, valami akadályozza a szalvéta és a kiskanál zuhanását. Ez a jelenség pedig nem más, mint a súrlódás. A súrlódás erőhatást fejt ki a különböző mozgásállapotú testek között, és igyekszik megszüntetni ezt az állapotkülönbséget. Hát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha a kocsi gurul, az asztal meg nem, akkor a súrlódás lép fel azért, hogy a kocsi se guruljon tovább. Hogyan alakul ki ez a súrlódás? Hát amikor például egy testet egy másikon el akarok mozdítani, vagy elmozdítok, akkor ugye azt is hihetném, hogy sima felületeket mozdítok el egymáson. De ha jól megnézzük, ha nagyítóval jól megnézzük, akkor látjuk, hogy ezek a felületek távolról sem tökéletesen simák, kidudorodások, egyenetlenségek vannak, és amikor egyik a másikon elmozdul, vagy egyáltalán csak el akar mozdulni, akkor ezek az egyenetlenségek egymásba beleakadnak, és bizony akadályozni fogják a mozgást. A súrlódás tehát akkor lép fel, amikor a testek egymáshoz képest elmozdulnak, vagy el akarnak mozdulni egyáltalán. Vizsgáljuk meg részletesebben akkor a súrlódást. A súrlódásnak 4 fajtájáról fogunk beszélni, a tapadási súrlódásról, csúszási súrlódásról, gördülési ellenállásról, aztán később a közegellenállásról. Őket 3-ójukat azért vesszük együtt, mert ebben az esetben szilárd anyagok súrlódásáról beszélünk, szilárd anyagokon. A közegellenállást azért fogjuk egy kicsit külön tárgyalni, mert ilyen esetben a testek folyadékba vagy gázokba merülnek bele, és ekkora folyadék vagy gáz körülveszi magát a testet, és úgy próbálja a mozgás állapotát befolyásolni. Mielőtt bármiféle súrlódásról beszélünk, előtte feltétlen meg kell említsük, hogy súrlódás csak akkor jöhet létre, hogyha a két súrlódó résztvevő egymással érintkezik, egymáshoz nyomódik. Ha ugyanis nem nyomódnak egymáshoz, akkor szó sem lehet súrlódásról. Vagyis feltétlen beszélnünk kell nyomóerőről, felületeket összenyomó erőről. Miből lehet nyomóerő? Tulajdonképpen bármiből nyomóerő, nagyon sokszor a testnek a súlya, ha ezt leteszem és itt mozgatom, akkor a hasábnak a súlya az, ami lepréseli ide a papírlaphoz, tehát ebben az esetben a hasáb súlya a nyomóerő. Viszont, ha én krétával írok a táblára, vagy radírozok, akkor semmi esetre sem a radírnak a súlya lesz a nyomóerő, hanem az én izomerőm, amivel én őt lefele nyomom a papírra. A nyomóerő az mindig merőleges a nyomott felületre. Tehát miért kell ezt hangsúlyozni? Abban az esetben, hogyha a testnek a súlya a nyomóerő, és így helyezkedik el a papírunk, akkor nincs probléma, a test súlya a nyomóerő. Ha azonban egy kicsit már ferdén helyezkedik el ez az alátámasztás, akkor már ez az 50 newton nem merőleges a nyomott felületre, az 50 newton egyik résztvevője felelős lesz majd azért, hogy ez esetleg lecsúszik a lejtőn, és csak a másik résztvevője szerepel nyomóerőként, csak ez fogja ehhez a ferde alátámasztáshoz préselni ezt a testet. Vagy, amikor például radírozunk, akkor nem lefele nyomjuk merőlegesen a papírra a radírt, hanem egy kicsit előre is, mert lefele is szeretnénk, és azt is, hogy haladjon előre. Vagyis az általunk kifejtett erő nem teljes egészében a nyomóerő annak egyik összetevője, a másik pedig felelős azért, hogy a radír előre mozog. Látjuk, hogy először csak nyúlik a rugó, tapad a test, és aztán, amikor elérünk egy maximális értéket, akkor a rugó visszaugrik, és innentől már kisebb erővel mozgatható a test. Biztosan tapasztaltad már, hogyha a testvéred a szánkon ül, és te
el akarod húzni őt, akkor eleinte csak húzod, és egyáltalán nem mozdul el a szánkó. Ekkor te megtapasztalod a tapadási súrlódást, ugyanis a tapadási súrlódás akkor lép fel, amikor ugye van összenyomó erő, összenyomódik a két test egymáshoz képest, a szánkó a hóhoz képest, és te hiába próbálkozol, az mégsem mozdul. Ezért a tapadási súrlódás értéke 0 newton és valahány newton között fog mozogni. Ha ezt a maximális értéket átlépjük, akkor a test majd csúszni fog. Nézzük meg egy animáción, hogy ez hogy zajlik. Vizsgáljuk meg egy animáció segítségével a tapadási súrlódást. Alkalmazzunk erőt. Mondjuk ilyen irányú erőt. Ebbe az irányba toljuk a testet, viszont egy vele ellentétes irányú, azonos nagyságú erő ébred, a tapadási súrlódási erő. Mivel mind a ketten ugyanarra a tárgyra hatnak, ezért a tárgy nem megy sehová, mozgás állapota nem változik, hiszen a ráható erők eredője nulla. Ha másik irányból próbálkozom, akkor is a súrlódási erő a toló erővel ellentétes irányú lesz, tehát ilyenkor is a testre ható erők összessége nulla lesz. Ameddig egy bizonyos maximális értéket meg nem halad ez a tolóerő, addig bizony a tapadási súrlódási erő ki tudja egyenlíteni az ő hatását, és a test nem megy sehová. A feladattal kapcsolatban azonban meg kell jegyeznünk valamit. Nagyon szépen látjuk a kialakuló erőket. Azt is látjuk, hogy ezek az erők azonos nagyságúak, ellentétes irányúak, azonban a támadáspontokat nem igazán jó helyre rajzolja. Az alkalmazott erő támadáspontja ugyanis itt kéne, hogy legyen a kezénél és abba az irányba, a súrlódási erőnek pedig itt kellene legyen a támadáspontja, és ebbe az irányba kéne, hogy mutasson. Láttuk az animációból, hogy a tapadási súrlódás értékét könnyen meg tudjuk állapítani, hogyha a húzóerőt mérjük. Ha mérjük a húzóerőt, vagy a tolóerőt, akkor pontosan ugyanakkora lesz a súrlódási erő is, hiszen a tárgy maga nem mozdul el. A tapadási súrlódásnak rendkívül nagy szerepe van az életünkben. De egészen egyszerűen a hegyek nem alakulhattak volna ki, hát nem tudnánk járni, nem tudnánk házakat építeni, nem tudnánk egy gombot felvarni egy ruhára, nem tudnánk egy szöget verni a fába. Egészen egyszerűen az általunk ismert világ tapadási súrlódás nélkül szétesne. Csúszási súrlódás akkor következik be, amikor a testek már egymáson elmozdulnak, és egyenletes sebességgel halad a test. Erőt kell kifejtenünk, hogy húzzuk, hiszen a recéket egymáson át kell mozdítsuk. Honnan tudjuk, hogy mennyi lesz a csúszási súrlódási erő? Onnan, hogyha például 10 newton húzóerőt kell kifejtenem, és közben a test sebessége nem változik, az azt jelenti, hogy nincs mozgásállapotváltozás, tehát a testre ható erők összessége nulla. Vagyis, ha én 10 newtonnal húztam erre, akkor a csúszási súrlódási erő is 10 newton volt, csak éppen az ellenkező irányba. Tehát a húzóerővel vagy a tolóerővel egyenlő nagyságú a súrlódási erő, mivel a test egyenletes sebességgel halad. Mitől függ a csúszási súrlódási erő? Teljesen logikus, egyszer például az összenyomó erőtől. Mert ugyanis, ha a részecskéket jobban belepréselem egymásba, ha nagyobb a nyomóerő, akkor sokkal nehezebben tudnak egymáson elmozdulni, és ezért a súrlódási erő is nagyobb lesz. Másodszor fontos a felület minősége, hiszen ha a felület recés, akkor sokkal, de sokkal nagyobb erő kell ahhoz, hogy a másik felületet ezen el tudjam mozgatni. Viszont nem függ a felületek nagyságától és a mozgássebességétől. A mozgássebességétől azért nem, mert így is úgy is egyenletes a test mozgásának sebessége, nem gyorsulunk, nem lassulunk, tehát nincs mozgásállapot változás. Miért nem függ a felület nagyságától a súrlódási erő? Természetesen ez abban az esetben igaz, ha ugyanarról a testről beszélünk, amit egyszer a nagyobbik lapján húzunk, egyszer a kisebbik lapján, ugyanolyan minőségűn, hiszen a testnek a súlya akkor vagy a nagyobbik feleten, vagy a kisebbiken oszlik meg. Ha a nagyobbik feletre tesszük, akkor ugyan több részecske kapaszkodik össze, de egyre-egyre kevesebb erő fog jutni.
Ha viszont a kisebbik felületén húzom, akkor kevesebb lesz az összekapaszkodó részecske, de akkor egyre több erő fog jutni. Legkisebb erőkifejtésre akkor van szükségünk, amikor nem csúszási súrlódással haladnak egymáson a testek, hanem gördülnek. A csúszásnál a részecskék egymásba akadnak, a gördülésinél azonban egyik a másikhoz hozzáér, majd utána ettől eltávolodik. Ezért jóval kisebb erő kell a mozgatáshoz. Ezt használjuk ki, ezt a gördülést, amikor mondjuk kerékpározunk, vagy amikor az autó halad. A kövek mozgatásakor is, amikor a piramisokat építették, akkor aláhelyeztek hengerszerű tárgyakat, és ezen elgörgetve a kövek sokkal kisebb ellenállás segítségével jutottak el a felhasználási helyükre. Ez itt egy golyós csapágy, és a gördülési ellenállást használjuk ki. A belső és a külső rész egymáshoz képest elmozdul, de közben ők nem csúsznak egymáson, hanem gördülnek. Itt a kettőjük között apró kis golyók helyezkednek el, és ezeknek a súrlódása, a gördülési ellenállása jóval kisebb, mint hogyha két felet egymáson csúszna. Ilyen golyós csapágyat kisebb-nagyobb mértékben mindenféle eszközünkben találhatunk, a mosógéptől az autón keresztül, a turmix gépen át, a munkagépekig, rengeteg helyen. Észrevettük azt, hogy mindhárom súrlódás esetében szerepe van annak, hogy milyen a felületek minősége, illetve hogy milyen nagy a testeket összenyomó erő. Ezt kihasználva számszerűen is meg tudjuk mondani, hogy mekkora súrlódási erő szükséges egy testnek az elmozdításához vagy az elgördítéséhez. Ez az új fizikai mennyiségünk a súrlódási együttható. Megmutatja számunkra azt, hogy a súrlódási erő az hányad része lesz az összenyomó erőnek. Hányad része, illetve hány százaléka. Nézzünk erre egy gyakorlati példát. Ha tegyük fel, egy 2 kg tömegű terhünk van, és a nyomó erő az a testnek a súlya lesz, mondjuk most kivételesen, akkor 20 newton összenyomó erővel számolhatunk. Ha a húzóerő, amivel ezt a testet egyenletesen mozgatni tudjuk 4 newton, akkor tudjuk, hogy a súrlódási erő is 4 newton lesz, hiszen ilyenkor ugye a testre 0 newton erő hat. A súrlódási erő tehát 4 newton, az összenyomó erő 20 newton. A 4 newton a 20 newtonnak 20 század része, 20 százaléka. A súrlódási együttható tehát 0,2, vagy más szóval 20% lesz. A súrlódási együtthatók egy táblázatban megtalálhatók, ezek a táblázatok a különböző fizika könyvekben megvannak. Mi most a szalai fizikából másoltunk ki ide egy ilyen táblázatot, amin a csúszási súrlódási együtthatók és a tapadási súrlódási együtthatók megtalálhatóak. A tapadásiak nagyobbak, mint a csúszásiak, ezt már az elején meg is beszéltük. Nézzük mi most a csúszásiakat. Mit jelent például egy ilyen érték? Autógumi száraz aszfalton. Ez azt jelenti, hogy amikor az autógumi nem forog, tehát amikor az autó kereke nem forog, hanem csak simán csúszik, akkor az összenyomó erőnek a 70-80%-a lesz a súrlódási erő. Ez egy igen nagy szám, de valóban ez szokott bekövetkezni, amikor hirtelen valaki úgy lép a fékre, hogy az autó kerekei nem gördülnek, hanem csúsznak. Ha például fát, szappanozott fán húzunk, tudjuk jól, ha szappanozzuk, akkor az jobban fog csúszni, ilyenkor a 7%-a lesz az összenyomó erőnek a súrlódási erő. Hogyha például vasat vason húzunk, akkor 14% lesz a súrlódási erő, de ha beolajozzuk, akkor már csak 1%. Így tehát, ha ismerjük az összenyomó erőt, akkor minden további nélkül ki tudjuk számítani az egyenletes mozgatáshoz szükséges erőt is.
Ha egy új fizikai mennyiségről beszélünk, akkor illik megmondani a betűjelét, a számítás módját és a mérték egységét is. Hát nézzük, mit mondhatunk el a súrlódási együtthatóról. Azt már az előbb láttuk, hogy egy furcsa betűjele van, ez pedig a mű. A mű betűt a görög ABC-ből vettük, itt található nagymű, és ez a kicsi mű. Így néz ki, így szoktuk leírni. A kiszámítás módjáról azt tudjuk elmondani, hogy gyakorlatilag a súrlódási együttható az egy arány, és ezért úgy számoljuk ki, mint ahogy egy százaléklábat kiszámolunk. Az alap az lesz a nyomóerő, és ennek valahányad része lesz a súrlódási erő. A súrlódási erő tehát a százalék érték, és a nyomóerő pedig az alap. A százaléklábat pedig úgy tudjuk kiszámolni, hogy a százalék értéket elosztjuk az alappal. Ez esetben a százaléklábat tizedes tört alakban kapjuk meg. Tehát egy gyakorlati példával ez akár így is kinézhetne, ha tegyük fel 5 kg tömegű a test, akkor ez a Földön körülbelül 50 newtonnak felelne meg, ez lehetne a nyomóerő, és ha a húzóerőnk az 20 newton, akkor a súrlódási erő is annyi. 20 newton az 50 newtonnak 4 tized része, 40%-a, tehát a súrlódási együttható az 40% 4 tized rész. Azt írtam ide, hogy nincs mértékegysége, és ez tökéletesen így is van, hiszen azonos fizikai mennyiségeket hasonlítunk össze, és az ő arányukat határoztuk meg. A százalék az nem tekinthető mértékegységnek, hiszen az egy helyi érték. Nézzünk egy egyszerű feladatot, mondjuk mennyi erő lenne ahhoz szükséges, hogy én egy 8 kg-os bőröndöt a fapadlón odébb toljak. Hát ebben az esetben a bőröndnek a tömege, az ugye 8 kg, földi viszonylatban ez 80 newtonnak felel meg, és akkor az összenyomó erő az 80 newton lesz. Táblázatból megnéztem a súrlódási együtthatót, tehát a mű az 0,3, vagyis 30%. A súrlódási erő tehát az összenyomó erőnek a 30%-a lesz. Ezt kiszámolhatom következtetéssel is. 100% 80 newton, 10% 8 newton, 30% 24 newton. Vagy úgy is, ahogy a százalék értéket megtanultuk kiszámolni, mennyiség tört részét úgy számolom ki, hogy a mennyiséget megszorzom a tört résszel. 80 newton szorozva ugye a 0,3-del, és kapom, hogy az 24 newton lesz. Magyarul, hogyha én szeretném a bőröndömet odébb tolni egyenletes sebességgel a fapadlón, akkor nekem 24 newton erőt kell kifejtenem. Gondoljuk egy picit tovább a feladatot. Mi lenne abban az esetben, hogyha én nagyobb erővel tolnám ezt a bőröndöt? Ha én nagyobb erővel tolnám ezt a bőröndöt, illetve húznám, akkor az én bőröndöm gyorsulna. Ha én ezt 25-26 newtonnal húznám, akkor 24 newton elmenne a súrlódásra, és akkor 1-2 newton erő hatására gyorsulna ez a mozgás. Mi lenne akkor, ha én 24 newtonnál kevesebb erővel húznám? Hát néhány gyerek rászokta vágni, hogy akkor el se indul a bőröndöm. Az az igazság, hogy ez azért nem jó válasz, mivel ez már eleve egy csúszási súrlódási együttható, tehát ilyenkor a test már mozog, amikor ezt a feladatot mi kiszámoljuk. Tehát ha a testet én már húzom, és 24 newton erő a húzóerő, és ugye a súrlódási erő is, és én lecsökkentem ezt a húzóerőt, akkor a bőröndöm lassulni fog. Mennyi erő fogja lassítani? Ha én csak 20 newtonnal húzom, akkor 4 newton fog a lassulásra fordulni. Ha én csak 10 newton erővel húzom, akkor 14 newton erő fogja ezt a mozgást akadályozni, és a bőröndöt lassítani. Ez a jelenség, ez a súrlódás, amivel most részben megismerkedtünk, ez most hasznos vagy káros, igazság szerint? Hát pontosan ugyanúgy, ahogy minden jelenségnek megvan a pozitív és a negatív oldala, ugyanígy a súrlódásnak is vannak hasznos és vannak káros következményei. Hát nagyon hasznos azért, mert egyáltalán el tudunk indulni, meg tudunk állni, mozgásállapotot tudunk változtatni, be tudunk kanyarodni. A tárgyakat meg tudjuk fogni, össze tudjuk rakni, és azok rendszerint együtt is maradnak, ezért tudunk építkezni. A súrlódás segítségével meleget is csinálhatnánk, és még sorolhatnánk tovább.
Káros következményei is vannak a súrlódásnak, hiszen a mozgó alkatrészek a mozgás következtében elkopnak, ezeket cserélni kell, meghibásodnak. Gátolja a folyamatos haladásunkat a súrlódás, állandóan erőt kell kifejtenünk azért, hogy ne álljunk meg, hanem folyamatosan tudjunk haladni. Fel is melegszenek az alkatrészeink akkor is, hogyha nem szeretnénk, és ezeknek a hűtéséről gondoskodni kell. Hogyan lehet a súrlódási erőt növelni, illetve csökkenteni? Láttuk, hogy mivel hasznos és káros is, ezért időnként növelni, időnként pedig csökkenteni kell. Hát amitől függ, azzal tudjuk növelni, illetve hát azzal tudjuk csökkenteni. Súrlódási erőt növelhetünk például a felületek érdesítésével, ide írtam, hogy homokszórás, vagy ugye recés cipőtap, esetleg ugye olyan súroló anyagokat használunk, amik nagyobb szemcsések, így jobban tudunk vele dolgozni. De gondoljunk bele abba, hogy a lépcsők szélét érdesíteni szokták azért, hogy ne csusszunk le róla, például ez is egy lehetőség. A másik pedig például a nyomóerő növelése, amikor benyomjuk a fékpedált, vagy erősebben szorítjuk a féket a kerékpáron, akkor ezáltal a nyomóerőt növeljük, így tehát nagyobb lesz a súrlódási erő is. A súrlódási erő csökkentéséhez természetesen akkor simítjuk a felületeket. Gondoljunk például arra, amikor a síléceket lekezelik a síszezon előtt, és esetleg kenőanyagot alkalmaznak. Ez egy picikét más jelent, mint a felület simítása, hiszen ilyenkor a recék közé valamilyen kenőanyagot, olajat tesznek, ennek következtében ez a két felület már szinte egymáson gurul. Hasonló ahhoz, mint amikor apró kis golyókat teszünk a két rész közé, és akkortól kezdve ez már szinte nem is csúszási súrlódás lesz, hanem gördülési ellenállás. Gondoljunk bele abba, hogyha felmosnak egy padlót, akkor rá szokták tenni a vigyázz csúszik táblát, mert ugye mi is hasonló módon a felület simítása miatt kisebb súrlódási erőre számíthatnánk. A másik lehetőségünk pedig a nyomóerőnek a csökkentése. Ha már vizes felületnél, csúszásnál tartunk, említsük meg az autogomik bordázatát. Ha a bordázat nem elég mély, akkor az esőzés alkalmával az útburkolaton felgyülemlő vízen megcsúszhat a gumi. Ilyenkor ugye két lehetőség van, vagy lassabban kell haladni, hogy legyen ideje kipréselődni a víznek a kerék alól, vagy gondoskodni kell arról, hogy a gumin mélyebb bordázat legyen. Aztán az, hogy télen téli gumit illik használni, az nem kereskedői fogás, ugyanis a nyári gumik a nyári melegre, a súrlódás okozta hőre az ilyen körülmények közötti jó tapadásra vannak kitalálva. Ezek 7 Celsius fok alatt már dermednek, keményebbé válnak, ezért nem tapadnak eléggé. Ilyenkor más anyagból készült gumit kell használni, ami még ilyen hidegebb körülmények között is puhább, tapadósabb marad. És ha még ez sem lenne elég, akkor a tapadást, a kapaszkodást, érdesítést lehet még fokozni hólánccal. Elgondolkodhatunk azon, hogy ezek szerint nyári gumit nem jó használni télen, mert ugye jobban csúszik, vajon a téli gumit fent hagyhatjuk-e nyáron? Látjuk tehát, hogy a nyári gumit nem illik fent hagyni télen, mert nagyon balesetveszélyes. A téli gumit, ha pedig fent hagyjuk nyáron, akkor az a nagy nyári melegben sokkal tapadósabb lesz, ezáltal nagyon megnövekszik a járműnek a tapadása, sokkal több energia, erő, üzemanyag kell a haladáshoz. Ez a plakát önmagáért beszél, hiszen elmondja, hogy milyen kevésen múlik a biztonságunk, a saját és a családunk biztonsága. Az autó egy-egy kereke körülbelül egy-egy tenyérnyi felületen, tehát nagyjából körülbelül 4 négyzetdeciméter feleten érintkezik az útburkolattal. Ezen a felületen kell jól tapadni, hiszen ennek a közvetítésével tudunk majd gyorsítani, de hát elsősorban inkább lassítani, vagy irányt változtatni. Tehát nagyon fontos, hogy jó minőségű legyen az abroncs, hiszen ezen a 4 tenyérnyi felületen múlik a biztonságunk.
Fizika tanulmányok nélkül is tudjuk, hogy jeges úton másképp lépünk, mint a száraz úton. Hát vajon miért is? Amikor lépünk, akkor a lábunkkal hátrafelé toljuk a talajt, hát az viszont természetesen nem mozdul el, mert jól oda van rögzítve, viszont ennek az ellenereje fog ránk hatni, és ez pedig nem más, mint a tapadási surlódási erő. Amikor jeges az út, akkor ez a tapadási surlódási erő, ez jóval kisebb lesz. Ha mi ugyanúgy lépünk, akkor meghaladjuk az aktuális tapadási surlódási erőt, és ennek az lesz a következménye, hogy átléptük a maximumát a tapadási surlódási erőnek, tehát jön a csúszás. És ennek következtében a lábunk bizony kiszalad alulunk. Ezt tehát csak úgy tudjuk elkerülni, hogyha a lábunkat kevésbé toljuk hátra, vagyis ha totyogunk.